2004 óta pályázhatnak a gazdálkodók az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásra, mely évente hektáronként 150-160 ezer forintot jelent a gazdáknak. Ennek a lényege, hogy amely gazdálkodó vállalja, hogy környezetbarát módon, környezetbarát technológiával, odafigyelve a madarakra, odafigyelve a talajterhelés csökkenésére, például, hogy nem műtrágyát használ nagy mennyiségben, hanem szerves trágyát, például, hogy rovarölő szert ritkán használ csak akkor, amikor rajzási idő van. A rajzási időt speciális úgynevezett szexferoment csapdákkal kell nézni, és csak a legszükségesebb pillanatokban juttassanak ki méreganyagot. Nos, ezeknek a gazdáknak ez több pénzbe kerül, de ezeket a gazdákat jutalmazza az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás. Tavaly a térségben kevés gazda jutott hozzá a támogatáshoz. Bács-Kiskunban mindössze 10-15%-ban voltak sikeresek a pályázatok. Ennek okait a területi adottságokban kell keresni. Mondok egy területet, nitrát érzékenység, ez egy vízbázis védelem, ami helyes, csak nálunk nincs nitrát érzékeny terület. Azoknál a dunántúli gazdálkodóknál, ahol a vízbázis védelem miatt nitrát érzékeny minősítésű területén sorolták be, és akiknek ilyen a területük, ott magas pontszámot kaptak arra, hogy ott agrárkörnyezetgazdálkodást végezhessenek. Ez azt jelentette, hogy ezzel a magas pontszámmal főleg például a nitrát érzékeny területen gazdálkodók nyerhettek a 2016-os első forduló AKG pályázatán, mi pedig nekünk, mivel nincs nitrát érzékeny terület, nagyon kevés a Natura 2000-es terület, ez egy másik szempont volt, ezért sajnos nem gyűjthettünk annyi pontot. A tavalyi óriási felháborodás hatására további források bevonásával, széles brüsszeli, valamint hazai társadalmi egyeztetést követően 2016. szeptember 30-án megjelent az új kiírás 40 milliárd forintos keretösszeggel. Az új AKG program rendelkezésre álló keretéből a szőlő- és gyümölcsültetvényesek számára 15 milliárd forintot, míg a Szántóföldön rendelkező állattenyésztők számára 25 milliárd forintot különített el a miniszterelnökség. Az AKG második kiírásában több feltételen is változtattak. Egyértelmű volt, hogy a nitrátos vízbázis védelem nem játszhat szerepet. Na de akkor mi az a terület, amiben mi erősek vagyunk, és tényleg komoly környezettudatos gazdálkodást végzünk? Hát itt vissza kell nyúlni az ősökhöz, a futóhomok megfogásához. És ezt talajerózió címen ismerik nagyon sokan. És jeleztük, hogyha itt nem lenne szőlőgyümölcs, akkor itt futóhomok lenne. Ez közismert tény, évszázadok alapján így alakult ki a szőlőgyümölcs rendszereit egész Bács-Kiskunnak. A magas támogatási igény miatt a miniszterelnökség ismételten az eredeti 40 milliárd forintos keretösszeg megemeléséről döntött. Ennek megfelelően mintegy 68 milliárd forint összegben 3900 darab kérelem, a jogosult kérelmek 92%-a részesült pozitív támogatási döntésben. Ez egy olyan nagyságrend, amelyet messze túl lépünk az eddigi tervezethez képest. Néhány nap óta már olvasható a kormányablak a magyarország.hu, illetve az államkincstár megfelelő honlapján az egyes értesítések. Hamarosan a gazdálkodók papír alapon is tájékoztatást és információt fognak kapni a döntő többségben a nyerteségükről. A miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a vidékfejlesztési program keretében idén-nyáron további fontos, például élelmiszeripari, kertészeti, állattenyésztési, borászati és településfejlesztési felhívásokról születnek még támogatói döntések.